Most, amíg megosztom ezt a közvetítést, elmondom a kedves hallgatónak, hogy ez az a videó, amit nem olyan jó kedve csinálok, tehát nincs olyan nagy kedvem ehhez a videóhoz. Nincsen bennem túl nagy boldogság, túl nagy vidámság, de úgy gondolom, hogy mégiscsak fontos ezt a videót elkészítenem, ezt a közvetítést. És elmondjam azt, amit elmondhatok, amíg megtehetem nyilván. Amíg megtehetem, mert hogy meddig tehetem meg, szerintem egyre bizonytalanabb a kérdés. Nem tudom, hogy meddig lesz ilyen kiáltó szó a pusztában az interneten, mint amilyen én voltam, vagy vagyok. Most még egyelőre jelen időben beszélek magamról. De viszont éppen arra van szó, hogy amit már korábban, amire már kaptunk jelentést többen is, hogy az internetről el fog fogyni az igazság, kedves hallgatók. Az internetről az igazság el fog fogyni. És aki továbbra is az internetről próbálja megszerezni az igazságot, az ő lelkének elképzelhető, hogy durván fog éhezni, sőt, még éhen is fog halni az ő lelke. Ez a videó erről szól, hogy az igazság az internetről egyre csak fogyatkozik, és egyre keményebb cenzúra fog beállni, egyre keményebb tiltások fognak beállni, arra vonatkozóan, hogy milyen mély nemű információk jelenhetnek meg az interneten. Ez van sajnos, kedves hallgatók, erről már korábban is volt szó, és most is erről lesz szó, hogy aki a főáramú médiára, az iskolára, a doktor professzorokra, a hvg.hu-ra, origo.hu-ra, M1, M2, M666 hírtelevízió meg társaira hagyatkozik, igazság tekintetében az ember sajnos nagyon rossz helyen tapogatózik, és megtörténhet, hogy nagyon hamarosan, úgymond eledel nélkül marad az ő lelke. És akinek a lelke eledel nélkül marad, sajnos annak a teste is úgymond szűkölködni fog egészségben, jókedvben. Én nem követem a főáramú médiát, tehát nem követem szándékosan, inkább így fogalmaznék, hogy nem követem szándékosan a főáramú médiát, de hát mégiscsak követem, akarva, akaratlanul is követem a főáramú médiát, mert nem tudom nem követni. Tehát, hogyha nem akarnék tudomást szerezni arról, hogy mi van a világban, milyen törvénykezések vannak alakulóban, globálisan,
akkor sem tudnám elkerülni, nem tudná elkerülni a figyelmemet, hogy mi történik, mert ha szóba állok egy embertársammal, rögtön arról értesítenek, hogy mit mondott a rádió, mit mondott a televízió, mit mond a Facebook. Úgyhogy nem tudtam elkerülni azt, hogy ne találkozzak avval az információval, ami mellesleg hasznos, mert fel tudom hívni a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy ez történik. Ez éppen most történik. Korábban beharangoztam, mondtam, hogy ez fog történni. Persze nagyon sok olyan bélyeget kapok, hogy összeesküvés elmélet, meg mit tudom én mi. És én próbálom mondani a kedves embertársaimnak, hogy ez nem elmélet, ez maga az összeesküvés. Ez egy olyan összeesküvés, aminek óriási fájdalom lesz a vége. De már a közepén is kemény fájdalmak lesznek. Oké, most akkor én beteszem a képernyőre, hogy mi az a hír, ami ugye, hát már talán több napos hír végül is ez. Meg éppen most megnézem, hogy mikori a híradó. hvg.hu, ugye a képernyőn látszik. Azt mondja, hogy mikori a cikk, megnézzük. Amúgy, mint ahogy többen is mondják, teljesen mindegy, hogy mit nézek meg, a hvg.hu-t vagy az M1-et, M2-t, ugyanazt fújják az egészen. Nincs alternatív információ most már lassan az interneten. Sőt, a legtöbb becsapott ember sajnos, Isten könyörüljön rajtuk, én nem haragszom rájuk. Nagyon óriási butaságot követnek el, amikor megosztják a főáramú média híreit egymással, mint hogyha az igazság volna. Tehát a hír, ahogy nézem én, hát március 17-i, ma hányadika van, nem is tudom. Ma 18, tehát akkor tegnapi a hír végül is, de rögtön ugye ez hír volt mindenhol, tehát Magyarországon, Erdélyben. Többször elmondtam, kedves embertársaim, hogy nincs olyan, hogy híradó, nincsenek olyan, hogy hírek. Tehát egy ilyen világmédia van, annak van központja, pontosan, mint a vallásoknak, van egy központjuk. És amit a központból nyomnak, azt propagálják, úgymond a kis béresek, a kis bérencek, avagy a média munkatársai, azok, akik pénzért továbbítják a hazugságot. Tehát nincsen szabad hírforrás, nincsen ilyen, hogy szabad Európa, vagy mit tudom én, szabad Magyarország. Valaki azt gondolja, hogy Orbán Viktornak a terve különbözik a többi államfő, meg kormányfő tervétől, az téved. Erre többen felhívják a figyelmet, de sajnos már nem sokáig, mert akik ezt tették mostanig, és ezt teszik még mindig, le lesznek tiltva az internetről. Én is nagy valószínűséggel talán le leszek tiltva az internetről, talán még az életből is ki leszek tiltva. Mert olyan információt osztok meg, olyan tartalmakat osztok meg az embertársaimmal, amelyek nem részei a világméretű propagandának, kedves embertársaim. Nem részei a világméretű propagandának azok az információk, amiket én megosztok. Tehát én mindjárt felolvasom a híradót, hogy lássátok, hogy mi történik a világban, mi történik a világ médiában. És mindenki gondolkozzon el, hogy ennek mi lesz a vége? Hogy itten ki fog sírni? Vajon Orbán Viktor, a kormányfő, meg Donald Trump, vagy éppenséggel, hogy hívják ezt az orosz államfőt? Nem is érdekel igazából. Nem ők fognak sírni, kedves hallgatók, hanem azok fognak sírni, azok a személyek, akik naívan elhitték, hogy ezek az emberek azt a célt szolgálják, hogy őket képviseljék, hogy az ő jólétüket, az ő egészségüket képviseljék. Azok az emberek fognak sírni, nem ők, nem ezek a sztárok, meg ezek a vezetők, meg ezek a politikusok fognak sírni majd végül, hanem azok, akik hittek nekik, hittek, elhitték, hogy amit ők mondanak, az igaz. Visszateszem a hírt a képernyőre. Igen, azt mondja, tehát jelzem, hogy itt van ugye a másik, tehát a világ média, tehát nincs olyan magyarországi média, tehát amerikai média van mindenhol a világon, alapjában véve, így is lehet fogalmazni. Egy ilyen központosított média hatalom van,
a médiát a pénz mozgatja, a pénz hatalom mozgatja, a piramis hatalom mozgatja. Tehát nincsen magyarországi média, nincsen erdélyi média, nincsen székelyföldi média. Hiába mondjuk mi azt, hogy székelyhon.ro, és akkor milyen büszkék vagyunk a mi médiumokra, ugye, amely közvetít közöttünk és a nem, Isten tudja ki között. Tehát nem a miénk, a székelyhon.ro az nem különbözik a euronews.com-tól, vagy a hvg.hu-tól. Ugyanazt adják le. Nem tudom, hogy miért kell ilyen sok embert alkalmazni, több ezer embert, több millió embert alkalmazni, ugyanannak a hamis hazugságnak a propagálására. Na de mindegy, itt van az angol originál, körülbelül ugye ez már közelebb van a fészekhez, ugye, annyit a hír elindult. Azt mondja, technology, Facebook, Microsoft, Google team up against virus misinformation. Tehát összefog a Facebook, a Microsoft, a Google és az összes többi, ugye itt a magyar híradó bővebben kifejti, tehát összeállt a Facebook, a Reddit, a Google, a LinkedIn, a Microsoft, a Twitter és a YouTube leszámolnak az álhírekkel. Kedves hallgató, én tudom, hogy én vagyok az ő szemükben az álhír, és nyilván az én szememben ők az álhír. Mondtam nektek többször, hogy az, hogy az ember annyira belement az őrültségbe, annyira naív, annyira hiszékeny, annyira pánikol, annyira fossa össze magát félelmében, hogy maszkot hordozik még Székelyföldön is, Gyergyószent Miklóson, valamint Csíkszeredában is, itt általában az egész világban, az nem nekem köszönhető. Tehát itt fel szeretném hívni a figyelmet a saját védelmemre, holott tudom én, hogy nem én kell megvédjem magamat. Mert hogyha az Úristen engemet nem fog megvédeni, hát akkor én csak mit csináljak, ez van. Ez van. A lényeg az, hogy most úgy kicsit úgy emberi erőfeszítéssel az én védelmemre felhoznám azt, hogy nem azok az álhírek, amiket én terjesztek, készítik az embereket arra, hogy maszkot hordjanak, pánikoljanak és féljenek, és a lelkük megteljen félelemmel, és a testük megteljen betegséggel. Ez nem nekem köszönhető. Hogyha én vagyok az álhír, meg azok a fiúk, meg lányok, akik felmerik vállalni azt, hogy a világ média hazudik, sötétségben tartja az emberiséget, durván be vagyunk csapva. Nem ők késztetik az embertársaikat arra, hogy feltegyék a maszkot, elrohanjanak oltásért, a gyermeküket beoltassák, aki mellesleg órákon belül kómába esik. Romániában történt, kedves hallgató, jól figyelj, mert nem fogsz találkozni ilyen információkkal hamarosan, legalábbis a közlemény szerint le fogják tiltani az ilyen csatornákat, mint mi is, amilyen vagyunk, én is, amilyen vagyok. És egyszerűen csak azt fogják propagálni, nyomatni az embereknek, amit Amerikából leosztanak, érthető? Tehát amíg az ember teljesen be lesz, be fog állni a hipnózisba, a pszichózisba, és a szemei már karikázni fognak körbe. A sok hazug információtól, a félelemtől és a pániktól. Tehát hangsúlyozom, az, hogy Gyergyószent Miklóson, Csíkszeredában, Hargita megyében, Székelyföldön az emberek pánikolnak. A pánik félelmükben elmennek, maszkot vásárolnak, budipapírt vásárolnak, olajat, cukrot és lisztet vásárolnak félelmükben, az nem nekem köszönhető. Nem azoknak köszönhető, mint én, amilyen vagyok. Mert aki engemet követ, idézőjelben aki engemet követ, aki rám figyel, aki megérti az én szavaimat, teljesen biztos, hogy nem fog maszkot viselni, nem fog pánikolni, és az oltást nem fogja, a mérget nem fogja befecskendeztetni a vénáiba. Tehát akkor mostan gondolkozunk el, kedves hallgató, hogy ki az álhír, a hvg.hu, origo.hu, Euronews meg a társai, sorolhatnám holnap reggelig, vagy pedig én vagyok az álhír. Ki terjeszti a félelmet, ki terjeszti a pánikot, a gyűlöletet, az emberek közötti gyűlöletet, én, vagy pedig azok, akik úgymond egy nem létező, szinte nem létező vírust úgymond terjesztenek a világon, ugye a televízióban, az interneten, és az embereket pánikoltatják mesterségesen, és úgymond egymás ellen uszítják, összevesznek az emberek a budipapíron veszünk össze. Isten könyörüljön rajtunk, kedves hallgató, nem tudok más mondani, mert mély fájdalom van a szívemben, én ünnepelni fogok. Ha Isten kegyelmes hozzám, én ünnepelni fogok a végén. Azt mondja a közmondás,
hogy nem az nevet, aki az elején nevet, hanem az, aki a végén nevet. Én most sírok, kedves agató, sírok, mert le vagy butítva, mint a föld. Le vagyok én is, nem vagyok kivétel, le vagyok butítva, mint a föld. És ezt én látom valamilyen mértékig, és sírok, mert látom, hogy mi következik az emberiségre. Az, ami megvan írva a Jelenések könyvében, sajnos. Kezdet vette a folyamat, és nem tudom, hogy lesz ennek egyáltalán vége, mindaddig, amíg be nem teljesedik minden, amit az Úristen úgymond előre megmondott az embereknek. Felszeretném hívni a figyelmet arra is, hogy nagyon sokan Isten és Jézus nevében vannak becsapva. A gyülekezetekben, a központos gyülekezetekben, ott, ahol vannak pásztorok, meg főpásztorok, meg főfőpásztorok, meg mit tudom én, bíborosok, ott az emberek Isten és Jézus nevében vannak becsapva. Ezért nekik sokkal nehezebb észrevenni, átlátni a hazugságot, a megtévesztést. Mert, mint ahogy Jézus mondta, sokan jönnek majd az ő nevében, és az ő nevében fogják becsapni az emberiséget, fogják bevezetni őket a szakadékba. Én felolvasom a hírt, és közben, amit az Úristen a szívemre helyez, azt én megosztom veletek. Aztán majd lesz, ami lesz. Közben még azt is elmondanám, hogy van egy új YouTube csatornám. A régit egyelőre nem fogom letörölni, de felfüggesztem, mert egy kicsit másabb stílusban, egyszerűbben fogok fogalmazni, nem fogok folyton idézgetni a Bibliából. Egyszerűen fogom mondani azt, ami aktuális, és amivel segíthetek embertársaimon. Ennek a csatornának a neve az, hogy Valóság Dosszié. Akit érdekel, majd nézze meg ezt az első videót, ami ugye a cím az, hogy lázadás. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy én fellázadtam, vagy én lázadásra úzítok bárkit is, hanem arról van szó, hogy láttam át Isten kegyelméből az agymosást, ami a világon történik, és a kegyelmes Isten hogyan mutatta meg nekem lépésről lépésre, mi történik a világban, a vallásokban, és hogyan segített nekem elhagyni, legalább a fejemből kidobni azt a sok hazugságot, amivel megtöltötték az én fejemet Isten Jézus tudomány nevében. Tehát javaslom mindenképp ezt a videót, az első videó, Valóság Dosszié, lázadás 2020. Hát, ha valakit inspirál, valakit bátorítani fog arra, hogy merjen gondolkodni, ne bízza másokra a gondolkodást, merjen segítséget kérni az Úristentől. Inspirációt, látást, gyógyírt a szemeire, erről szól az a videó. Ezen kívül, hogyha netán a YouTube csatorna megszűnne, akkor nyilván a videók továbbra is elérhetők lesznek más platformokon, oké.ru, Twitch, Twitter, még néhány platformon videók elérhetők lesznek, nem tudom meddig, Isten tudja. Valamint, aki inkább az audio verziót preferálja, tehát inkább hallgatni szeretné azt, amit elmondok, annak ott van a mixcloud.com, Valóság Dosszié, itt így néz ki a cím, tehát azt hiszem látszik, vagy... Tehát mixcloud.com, Valóság Dosszié, ki van téve a képernyőre is egyébként. Valahol igen. Vagy nincsen kitéve. Mindegy, a leírásban megtaláljátok majd a videó leírásába a címet, ahol lehet hallgatni ezeket a felvételeket. Aki nem tudja nézni, vagy nem tudja a telefonon nézni, nem akarja a képernyőt bekapcsolva tartani. Hogy meddig leszek a világhálón, nem tudom, Isten tudja, nem sokáig, de amúgy is az örömhír az, hogy nem tőlem függ, kedves hallgató, nem tőlem függ a te boldogságod, érthető? Nem tőlem függ a te boldogságod, a te látásod. Én mindig is azt mondtam, hogy aki nem fordul személyesen az Úristenhez, hogy kapjon személyesen gyógyírt, gyógyszert a szemeire, hogy lásson, az nincs, hogy megmeneküljön, akár meddig hallgatja az én videóimat. Segíthetnek ideig, óráig az én videóim, de sajnos, aki személyesen nem kap elhívást, és nem vágyik arra, hogy hallja az igazság szavát, az igazság hangját az ő szívében, az ember nincs, ahogy megmeneküljön. Oké, akkor visszatérek a hvg.hu-ra, és felolvasom a cikket, a közleményt. Tehát összeállt a Facebook, a Reddit, a Google, a LinkedIn, a Microsoft, a Twitter, és a YouTube
leszámolnak az álhírekkel, tehát le fognak számolni az ilyen Bodó Attilákkal, az ilyen kiáltószavakkal, és mindenkivel, aki pénz nélkül, lelkiismeretesen próbál segíteni az embertársain, hogy meglássák a valóságot, mindenkivel le fognak számolni. Senkivel nem fognak leszámolni, aki pénzért csinálja ezt, aki nyerészkedés céljából csinálja, terjeszti az álhíreket, a hazug híreket, a média közleményeit. De azokkal, akik a lelkismeretük szerint dolgoznak, és végzik azt a munkát, amelyet gyakorlatilag Krisztus is megmutatott számunkra, és amire elhívta őket, azokkal sajnos le fognak számolni. Ez van. De ő azt mondta, az így lesz, tehát én nem meglepetés ez számomra, és nem félek attól, hogy mi lesz velem, én inkább attól félek, hogy a drága embertársaimban mi lesz, akik még mindig hisznek az ilyen közleményeknek, hisznek a Google-nek, a Facebooknak, a főáramú médiának, amely dollár milliárdok által van mozgatva. Nem az igazság által, nem a lelkiismeret által, hanem dollárt milliárdok, avagy mammon milliárdok, avagy sátán milliárdok által van mozgatva. Közös nyilatkozatot tettek a világ legnagyobb technológiai cégei a koronavírussal kapcsolatos félretájékoztatás megállítása érdekében. Csak akkor lássuk, mit mondanak. Ugye hát a világjárványt azt ismerjük, a propagandát, a mesét azt ismerjük, mindenki tudja, hogy Kínában találták ki ezt az étük, már le is számoltak fel állítólag, nálunk még mindig működik. Kínában jelent meg, de Oroszországban jobban terjedt, tehát annyi zagyvaság, annyi hazugság, hogy hihetetlen. Aki ebben még hisz, az tényleg könyörögjön az Úristenhez látásért, Isten él, megmutatja számodra is, nem kell semmilyenféle vallás, nem kell sem katolikus, sem semmilyen más vallás, sem hindu, semmi. Aki látni szeretne, azt mondta a mester, hogy aki éhezi és szomjúzza az igazságot, azt meg fogja látni, meg fogja kapni pénz nélkül is, HVG nélkül is, Duma televízió nélkül is. És azt mondja, csak keressünk, mert találni fogunk, Isten nem fog elbújni előlünk, a Teremtő nem fog bujócskázni velünk. Aki őszintén keres, találni fog. Na de felolvasom a propagandát, hogyha valaki nem hallott volna róla, akkor tudjon róla, bár kétlem, hogy van olyan ember a világon, aki nem hallott erről a hatalmas eget és földet megrengető hazugságról, amivel emberek milliárdjainak okoznak kárt az agyában, az életében. Már Magyarországon is vészhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó, a COVID-19 a kínai Wuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés pár hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, több mint 100 000-en fertőződtek meg. Fű, mekkora mesék, hogy jönnek ezek a számok a médiában. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti. Köszönjük szépen a reklámot, oké. Elmondom zárójelben, kedves agató, hogy én tegnap beszélgettem egy kedves barátommal, aki egy világjárt ember, tehát sokkal több helyen járt, mint én, sokkal többet látott, mint én, sokkal jobban látta, mint én azt, hogy a média hazudik, hazugság, a média hazugság. Tehát több mint 180 000 kilométert motorozott körbe a világban, mindenhol volt emberekkel, beszélgetett muzulmánokkal, hindukkal, keresztényekkel, mindenféle emberrel. Látja, hogy mi a különbség a valóság és a média között, az igazság és a média közleményei között. Most is utazik elég sokat, járt abban a városban is, ahol a vírus terjed, oda is kellett valamit szállítson. Körülnézett, sehol senki, nincsen semmiféle vírus, sehol. Nincsen azok, amit a híradóban látsz, nincsen sehol, hazugság, kedves hallgató. Én mindjárt elsírom magamot, sírva fogom mondani, hogy én is épp úgy be voltam csapva, mint te. Amikor én először elindultam motorral, elmentem Afrikába, Marokkóba, akkor én is hittem a terrorizmusban, az ilyen butasságokban, és félve léptem át a Gibraltár szorost Marokkóba, és amikor megláttam az első ilyen, mondjam azt, ilyen turbános embert, akkor én megrémültem, hogy vajon terrorista meg fog ölni, és amikor láttam, hogy azokban az egyszerű emberekben mekkora szeretet van, amit Európában nem igazán tapasztalsz, azokban a muzulmánokban mekkora szeretet van, akkor le voltam nyűgözve, és elgondolkodtam, elmelegedtem, elképedtem, hogy mennyire agymosott vagyok,
mennyire átmosta az agyamot a televízió, a hollywoodi filmek, a híradó. És így ugye Isten engemet nekem megengedte, hogy lássam a világot, lássam a valóságot is, tudjak bizonyságot tenni a megtévesztés ellen, a hazugság ellen, a világmédia ellen, a világhatalom ellen szó szerint, de inkább az igazság mellett, kedves barátom. Mert én hiszem azt, hogy nagyon sok ember, aki most a világhatalomnak úgymond elkötelezte magát a világmédiának, közülük is sokan meg fognak menekülni, mert Isten kegyelmes. Én is tévedtem, tévedésből hazudtam, úgymond bűnt követtem el, céltévesztettem, vétkeztem, de Isten irgalmas és megbocsátott. És szerintem közülük is sokan meg fognak menekülni. Tehát nem az az én dolgom, hogy én most elítéljem őket, károsztassam őket. Az én dolgom az, hogy elmondjam azt, amit az Úristen a szívemre helyezett, hogy minél több ember, akár média munkatársai is, megtudják az igazságot, hogy hazugság, amiért ők pénzt kapnak és amit ők terjesztenek pénzért, az hazugság, amivel megfertőzik a drága embertársaik pszichéjét, elméjét, szívét, lelkét, hatalmas károkat okozva az ő életükben, az ő lelkükben. Kedves HVG munkatárs, én senkire nem akarok gondolni elmarasztalóan, bár nagyon fáj nekem, hogy mi történik, hogy mit, milyen híreket tesztek közé. Én bízom abban, hogy többeteket meg fogja szólítani az élő Isten, és meg fogja mutatni, hogy hazugságban vagytok, hazugságot követetek el, és úgymond az embertársatokkal szemben olyan dolgokat követtek el, ami miatt kárt szenved az ő életük, az ő testük és az ő lelkük. Teljes szívemből kívánom, hogy minél több sajtóst, minél több riportert, bemondót megmentsen az Úristen, akár vallási képviselőt megmentsen az Úristen. Mert tudom, hogy irgalmas és kegyelmes. Már mostanig is nagyon sok vallási vezető megmondta, hogy hazugságban élt, felvállalta. Emberek előtt, hogy hazugságban élt, be volt csapva, hazugságot terjesztett. Sok vallási vezető, sok média munkatárs, sok riporter, sok bemondó felvállalta már. Elveszette persze a munkáját, de van békessége. Kaptál egy másik munkahelyet, egy tisztességesebb munkahelyet, ahol nem kell hazudjon, ott, ahol az embertársait szolgálhatja. Úgyhogy én őszintén kívánom, hogy minél több ember, minél több sajtóreferens, meg ilyen média munkatárs meglássa az igazságot Isten kegyelméből is, merjen lépni, merjen válaszolni arra a hangra, ami elsősorban az ő lelkismeretében fog megjelenni, és meg fogja őt vádolni, de finoman, hogy te, Maresz, ne csináld ezt, ártasz embertársaidnak, embertársaid ellen mész avval a döntéssel, amit te meghoztál, hogy benne maradsz a hazugságban, a hazug médiában. Amely most összefog az egyszerű emberek ellen, akik lelkiismeretük által indítva próbálnak segíteni azoknak, akik még nem annyira agymosodtak, hogy ne lehessen megmenteni őket. Tovább olvasom a híget, közben megnézem azt is, hogy látom, mondom valami hozzászólás, hogyha fontos, akkor megszakítom, ha nem, akkor folytatom. Kis türelmet kérek. Edith, Oké, jól van. Így van, Edith. Örvendek, hogy többen vagyunk, akik ezt látjuk. Isten tényleg kegyelmes is. És megadja a látást mindenkinek, aki kéri tőle, aki szeretne látni. Olvasom tovább a közleményt. Tehát mondom, hogy ez a főáramú média. Tehát most összefog, dollár, milliárdokkal összefognak az igazság szeretők ellen, akik lelkiismeretük szerint próbálnak segíteni embertársaiknak. Azt mondja a hvg.hu közlemény, a világmédia közleménye, az álhírek minden esetben ártalmasak, ebben egyetértünk, kedves HVG, kedves Origo, mindenki, ebben egyetértünk, az álhírek valóban ártalmasak minden esetben. A kérdés csupán az, hogy melyik az álhír. Tehát, hogyha valaki még azt gondolja, hogy a többségnek van igaza, az téved. Jézus nem hiába mondta, nem volt ő buta ember. Ha valaki nem hiszi, hogy ő valóban megváltó, valóban Isten fia volt, akkor legalább azt higgye el,
hogy ő azt mondta, hogy az igazság nem a tágas úton van, nem a világ médiában van az igazság, kedves agató, hanem a keskeny ösvényen. Hogyha valaki a tágas útnak a propagandáját elhiszi, akkor elképzelhetőbe van csapva. De hogyha már azon gondolkodunk, hogy a felfedezők, az úttörők, ők nem a tágas ösvényen jártak, hanem a keskenyen mentek mindig ők. Tehát nagyon sok a tömeg csak később értette meg, hogy bizonyos felfedezők, tudományos felfedezők mit tettek közé, közkincsé, meg különböző költők, meg írók. Tehát nem a tömegnek van igaz a kedves agató, hanem a kivételnek mindig, akik a keskeny úton járnak, és azon próbálják megérteni az életnek az értelmét, annak a lényegét, és úgy próbálnak segíteni embertársaiknak. Tehát akkor az álhírek minden esetben ártalmasak, ám a koronavírus járványhoz kapcsolódó félrevezető információk közététele szó szerint életveszélyes lehet. Tehát most közvetett módon azt mondják, hogy életveszélyes, olyan embereket hallgassál, mint én, amilyen vagyok. Ezt mondják. Tehát engemet éppen most kiáltottak ki bűnözőnek, meg gyilkosnak. Köszönöm szépen, kedves főáramú média. Éppen ezért most közösen álltak ki azok a cégek, most képzeld el, összefogott az IBM, a Microsoft, a Twitter, a YouTube, a Reddit, a Google meg a társai összefogtak egy ilyen kendőcsavargó ellen, és a hozzám hasonlók ellen, akik mernek gondolkodni, akik nem hiszik, hogy az Úristen nem ok nélkül adta az agyat a fejükbe. Nem azért kapták az agyat, hogy mások gondolkodjanak helyettük. Az ilyen emberek ellen gyakorlatilag fog összefogni, vagy fog össze ezek a hatalmas cégek, amelyeket dollármilliárdok mozgatnak, kedves hallgató. Kérlek, döntsd el, amíg nem késő, hogy te arra felé akarsz menni, ahol a pénz van, oda akarsz menni, ahol a pénz van, abban akarsz hinni, amit a pénz mond, kedves hallgató, vagy pedig próbálsz a lelkiismeretedre hallgatni, és elgondolkozol azon, hogy mi motivál engemet arra, hogy ilyen videókat tegyek közzé, amikor nincsen anyagi haszna, amikor gúnyolnak miatta, amikor úgymond csúfolnak miatta, és folyton úgymond balhéznak velem emiatt. Mi okom van nekem, hogy én ezt megosszam, amikor nekem földi értelemben semmi jó nem származik ebből? Kedves hallgató, nekem földi értelemben semmi jóformán, semmi jó nem származik abból, hogy én próbálok segíteni az embertársaimat. Érthető a lényeg? Mégis megteszem. Elmondom, hogy miért teszem meg. Azért, mert bár földi értelemben nem származik ebből nekem semmi hasznom, mondjam azt mennyei értelemben, de inkább más, egyszerűbben fogalmazom. Van itt, ideben, van lelki béke. Van lelki béke, amikor a lelkismeretem szerint próbálok segíteni az embertársaimnak, avval az igazsággal, amit én megismertem Isten kegyelméből, akkor nekem van lelki béke. Nem kapok pénzt, lájkot sem kapok, mert ez legtöbb ember fél az ilyent belájkolni, ráadásul még megosztani is. Tehát nekem fizetségem földi értelemben nincs. Nem panaszkodok, nem éheztem, nem fázok, de viszont nekem ebből nincsen anyagi hasznom. Lelki békét kapok attól, aki az igazságra engemet elhívott. Oké, vissza a hírre, híradóra. A Twitteren megjelent közlemény szerint a kezdeményezéshez a Facebook mellett a Reddit, a Google, a LinkedIn, a Microsoft, a Twitter és a YouTube csatlakozott már, de más cégeket is várnak a közös cél elérése érdekében, hogy fogjanak össze az emberiség ellen. Az egyszerű, józan gondolkodás emberek ellen fogjanak össze, és írtsák ki a józan gondolkodást a világból, hogy minél több zombi legyen a Földön, minél több biorobot legyen a Földön, kedves hallgató, minél több robot, minél több lélektelen ember legyen a Földön. Ezért fognak össze ezek a hatalmas, milliárdos cégek, hogy kikiáltsák a gondolkodókat a rendszer ellenségeivé. És ezáltal, hogy mond, bebörtönözzék őket, akár meg is öljék őket, és ellehetetlenítsék azt, hogy ők megnyilvánuljanak őszintén, és próbálnak segíteni embertársaiknak abban, hogy merjenek gondolkodni, merjenek fohászkodni, merjenek kérdéseket feltenni. Oké, menjünk tovább.
Tehát akkor ugye a harc elindult, ugye dollármilliárdok, akár dollár százmilliárdok, vagy trilliárdok elindultak gyakorlatilag az olyan személyek ellen, akik mernek gondolkodni, ne adj Isten, mernek fohászkodni, vagy hisznek az élet szerzőjében, a szerető Istenben, a kegyelmes Istenben, dollármilliárdok segítségével támadják most az ilyen személyeket. Elindult a nagy sajtószabadság. Azt is írtam ki, nem tudom, hogy látszik a képernyőn, éppen most beteszem, hogy gondolatok az internet cenzúra hajnalán. Tehát az internet cenzúra tulajdonképpen már korábban elkezdődött, de most már egyre intenzívebbé kezd válni. Kezdik nyilvánosan is felvállalni, hogy mindenkit meg fognak fogni, háttérbe fognak szorítani, olyan törvényeket hoznak be, amivel letiltják az ilyen videókat, az ilyen közleményeket. De mondtam, hogy ez már megtörtént Olaszországban, Romániában, nálam is megtörtént, az én Facebookomon, az én YouTube-omon, a YouTube-on még nem történt az igazság. A Facebookomon már megtörtént, hogy csak úgy egyet eltűnt a videó, amit közítettem, többször, több alkalommal is. De vannak olyan embertársaim, akik beszámoltak arról, hogy csak úgy elpárogott a videó a YouTube-ról, mert olyan tartalma volt, amire azt mondták, hogy hát ezt nem tehetjük közé, vagy mit tudom én, hogy gyűlöletbeszéd. Mert az igazság, kedves hallgató, manapság már gyűlöletbeszéd címszó alatt van kiírtva az emberek szívéből, az ő elméjükből. Vissza a cikkre. Hallám, mit mondanak tovább? Tehát többen ugye összefognak és várják a cégeket, tehát a cégeket, az élettelen, a lélektelen robotokat, szervezeteket várják, szólítják fel az emberiség ellen, hogy igázzák le a józan gondolkodást, ne legyen nyoma sem, mint a Földön, hogy minél több ember elveszítse az Isten adta emberi természetét, emberi vonásait, legyen robot, zombi, android, biorobot. A The Washington Post beszámolója szerint a múlt héten Mikhail Kratsios, az Egyesült Államok technológiai tisztségviselője, a nagy tech cégek vezetőivel egyeztetett arról, hogy milyen lépéseket kellene tenni a koronavírus terjedése miatt, ideértve az álhírek megállítását is, az ő szemükben, amit mostan hallasz, álhír. Az ő szemükben ellenség vagyok. Én nem akarok az ellenségük lenni. Értük is imádkozom, az Úristen mentse meg őket, minél több ilyen cégvezetőt mentsen meg. Mentsen meg attól, ami jönni fog az ő életére, amiért eladta a lelkét, a pénzért, mert azt mondta a mester, hogy mit ér neked Bill Gates, hogy ilyen sok pénzed van, meg mit tudom én, bankigazgató úr, mit ér, hogy neked ilyen sok pénzed van is, van magánrepülőd, meg úgyis meg fogsz halni. Mit ér neked, hogyha mindened megvan, hogyha a lelkedet elveszíted? Mert a fizikai test, ami rajtam van, itt van, ez el fog tűnni, el fog rothadni, de a lelkemet megmenthetem. De azok, akik eladták a lelküket pénzért, vagyonért, jó hírért, meg népszerűségért, sajnos megkötték a bizniszt ugye a világurával. A Fehérház akkor a Google-től, a Facebooktól, az Amazontól, a Microsofttól, az Appletől, az IBM-től, a Cisco-tól és a Twittertől kért segítséget. Tehát hangsúlyozom, az élettelen, a lélektelen létezőktől kérünk segítséget, hogy megállítsuk azokat, akikben még él a lélek, akiknek még van esélyük arra, hogy megmeneküljenek. Tehát a cégek, a magáncégek összefognak az emberiség ellen, hogy kipusztítsák azt. Nem csupán fizikailag, kedves hallgató, mert fizikailag mindenki meghal, és meg fog halni. Lehet, hogy még ma, Isten tudja, nem tudom. De a lelkedet meg fogod-e tartani, vagy nem, ezen gondolkozz el. Mert a lélek az örökkévaló, a test mulandó. És ha nekem ezt nem hiszed, akkor meg fogod tudni, hogy ez igaz, amikor az élő Istenhez szólsz, és ő visszaszól neked az ő hangján, az ő módszereivel. Tehát februárban Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója is arról beszélt, hogy az álhírek még a vírusnál is gyorsabban terjednek, és legalább annyira veszélyesek, mint a kórokozó, a nem létező kórokozó, amivel
Ó Istenem, könyörülj rajtunk. Tényleg, tényleg fáj a szívem. Nagyon szomorú vagyok. Tényleg, legszívesebben sírnék. Ezt a hazugságot végig sírnám, ezt a hadi üzenetet az emberiség ellen végig tudnám mostan sírni, zokogni te nyilvánosan a világ előtt. De nem azért jöttem be online, hogy most itt sírdogáljak, hanem azért, hogy elmondjam, hogy ez miről szól. Ezekkel a hírekkel van megtöltve a tömegnek a feje, és a tömeg, a lebutított tömeg, mert én is az vagyok, nem vagyok külön, mint ezt, mindig hangsúlyozom, nem vagyok külön, mint te. Engemet is úgy lebutítottak, mint téged, engemet is becsaptak, én is elhittem a hazugságot, nem vagyok jobb, mint te. Én is a mindenható irgalmából látom azt, amit látok, érthető? De a lebutított emberek gyakorlatilag azt fogják csinálni, hogy fel lesznek úszítva, hogy gyakorlatilag el lehetetlenítsék az ön embereket, akik még mernek gondolkodni, akikben van józan paraszti ész, vagy akár hit, igazi hit, amely megtartja őket, az ő lelküket. Ez egy hadi üzenet a világ lakósága ellen, gyakorlatilag. És legtöbben meg fogják szavazni, meg fogják tapsolni, nem tudják, hogy amikor rábólintanak az ilyen hírekre, a világ média propagandára, amikor rábólint az ember, gyakorlatilag a saját halálos ítéletét írja alá, szövetségre lépik a propagandával. És fennáll a veszélye, tényleg a valós veszélye annak, hogy a lelkét is elveszíti. Ez volt a cikk, kedves hallgató, kedves nézők. És szeretném hangsúlyozni, hogy a barátom most is úton van, több országot bejárt itt Európában, Olaszországban is volt, abban a városban, ahol elvileg nem tudom a vírus mit csinált, hány embert meggyilkolt, sehol semmi. Megkérdezte az embereket, hogy tényleg ez van? Mondták, hogy nem, nincsen sehol semmi, ez a médiában van. Hazugságban vagytok, hazugságban vagyunk. És akik ezt elmondják, azokat fogják először letiltani, úgymond a Facebookról, a YouTube-ról, a Google-ről is, mindenhonnan, de még a fizikai életből is. Érthető? Erről szól ez a hadi üzenet, úgymond az emberiség ellen, a józan gondolkodás ellen, a lelki ismeret ellen, kedves hallgató. Arra uszítja a magyar kormány, a magyar embereket, hogy egymást jelentkessék. Uszítások történnek hivatalosan, hogy az emberek félelmükben, pánikrohamokban egymást jelentgessék. Nem tudok ilyenkor más mondani, mint az, hogy Uram, irgalmaz, tényleg, ilyenkor már nem tudok mást mondani. Fájdalmamban. Tehát igen, még meg szeretném mutatni azt, hogy készült nem olyan rég, nem olyan túl rég egy videó, ami arról szól, hogy hogyan és miért fog eltűnni az igazság az internetről. Közben itt nézem, hogy az internetem eléggé nem akar egyet érteni azzal, hogy én ezt feltöltsem, ezt a videót. Pedig kiváló sebességű interneten van, de ilyenkor még mindig valami történik vele, nem akar rendesen menni. Na mindegy, ez van. Tehát készült egy olyan videó, hogy hogyan fog eltűnni az igazság az internetről. Tehát hogyan és miért fog eltűnni az igazság az internetről. Kiáltó szó a pusztában YouTube csatornán, megtaláljátok ezt a videót. Szépen lépésről lépésre be van mutatva, hogy hogyan és miért fog eltűnni az igazság az internetről. Akinek van füle még a hallásra, meg fogja hallani, akinek van szíve és van szeme, meg fogja érteni a lényeget, hogy hogyan tüntetik el az igazságot az internetről. Ami valamelyest szeretném azt is hangsúlyozni, hogy rendben van. Rendben van valamelyest, mert amúgy is a lényeg az ugye, hogy az embernek legyen, az egyének legyen személyes kapcsolata az igazság forrásával, az élet forrásával. Érthető? Tehát ilyen értelemben ez meg kell történjen sajnos, hogy az igazság el fog tűnni az internetről. De sajnos még az igazságra való szólítás, az igazságra való intés is el fog tűnni az internetről. Maradnak a keresztény megagyülekezetek, a hiába való dicsőítésekkel, meg a propagandával, a több százezres nézettségükkel, ahol olyan információt úgy sem közölnek, ami számottevő lenne, ami bárkit is meg tudna menteni. Úgyhogy erre fel kell készülni. Ezért én azt mondom, hogy aki szeretné látni az igazságot, meg szeretne szabadulni általa, most fohászkodjon.
és az alap tényleg az evangélium. Elmondom itt, nem muszáj nekem hinni, de én elmondom, hogy akinek füle van, hallja meg. Az alap az evangélium. Jézus megtanította, hogy hogyan tud az ember egészséges gondolkodóvá válni. Hogyan tudunk úgymond átformálódni, újjászületni lélekben, szívben. Ő megmutatta, aki elolvassa négy evangéliumot és vágyik az igazságra, meg fogja érteni. És az igazi, tiszta evangélium az lesz a legjobban üldözve mostantól. Ez itt van az, hogy a kereszténységben többet beszélgetnek az emberek ott Pálról, meg Péterről, meg Mózesről, meg mindenkiről beszélgetnek, de az evangéliumot egyre inkább kezdik kiátugorni, kihagyni a képletből. Ez van sajnos. És végezetül még egyszer felhívom a figyelmet arra, hogy van ez a csatorna, Valóság dosszié, itten egyszerűbben fogok fogalmazni, néha nyersebben fogok fogalmazni, mert az én szándékom nem az, hogy én most én urizáljak, ottan szenteskedjek össze-vissza, mert nem vagyok szent ember, hanem az, hogy minél egyszerűbben szóljak, minél többen megértsék a lényeget, az alapot, hogy megmeneküljenek. És minél többen meghallják az igazság, az élő igazság szavát, hogy azáltal megmeneküljenek, szabadulást nyerjenek. Tehát a YouTube-on ugye megtalálható youtube.com valóság dosszié, hogyha bejöd a keresőbe, valamint mixcloud.com valóság dosszié, ott is meg lehet találni. És azt hiszem, hogy be is van téve a képernyőre, nincsen betéve, édesem, de be fogom írni éppen most, hogy lássátok, hogy hogyan találhatjátok meg az audio hallgatható felviteleket, amit videó nélkül is lehet hallgatni. Tehát éppen most ide kiírom a képernyőre, hogy lehessen látni. Igen. És www.mixcloud. Mert, mint látjátok, ugye a YouTube szövetségre lépett már az amerikai kormánnyal, meg a nagy cégekkel, hogy összefogjanak az önök ellen, mint én is, amilyen vagyok. Az igazság szerető emberek ellen. Tehát elképzelhető, hogy a YouTube-on nem fogják engedni egyszerűen, hogy ilyen videókat, ilyen tartalmakat megosszunk. Vagy arról beszéljünk, hogy Jézus mit mondott például, az a legkeményebb. Azt fogják a legjobban üldözni. Jézus azt elmondta, hogy ez fog történni sajnos. Azt hiszem, hogy jól írtam, remélhetőleg jól írtam, www.mixcloud.com valóság dosszié egyben, ékezetek nélkül. Ott majd lehet hallgatni a hangfelviteleket. Azon kívül persze még lesz, hogy a YouTube-on a kiáltó szópusztában a valóság dosszié szabad gondolat meg lehet nézni. De mint eddig is mindig hangsúlyoztam, javasoltam, kiabáltam, mindenki arra vágyjon, hogy ő értsen, ő kapjon megértést személyesen. A látása megélénküljön, az elméje megélénküljön. Az Úristen megadja ezt mindenkinek ajándékba. Erre kell vágyakozni, ne arra, hogy minél több ilyen videót nézzünk, mert ezek a videók egy darabig jók. Ezek csak útjelzők azok számára, akik meg szeretnék ismerni az igazságot, de nem tudnak segíteni, az én szavaim túl erőtlen, én csak ember vagyok. Nekem is vannak még gyarlóságaim, nem látok én sem mindent helyesen. Tehát aki csak rám számít, vagy rám hagyatkozik, az sajnos még velem is becsapja magát. Tehát magam ellen beszélek, szó szerint. Mint ahogy János mondja, hogy nekem most kisebbed nem kell, én szekély zsugorodjak egy picit. A nagy egómmal, a büszkeségemmel. Össze kell zsugorodjak, hogy felemeljem az igazságot, Krisztust. Kedves Blasser, nem vásároltam be semmit, nem érdekel egyáltalán, nem érdekel, inkább éhezek, mint hogy belemenjek a hazugságba, és meghosszabbítsam a hazugságban az életemet. Tehát, hogy én hazugságban kell éljek, nagyon jó a kérdés egyébként, értékelem a kérdésedet, kedves Blasser, nem tudom, ki vagy, hogy hívnak, mi a neved? Mondd el, itt szíves nekem, hogy néven szólítsalak, hogyha már megkérdeztél engemet. Tehát nem mentem vásárolni, nem pánikolok,
Többször elmondtam azt is, hogy volt olyan, hogy böjtöltem hosszabb időn keresztül, 10 napon keresztül, egy héten keresztül, de amikor az Úristen hívott el engemet böjtölni, akkor 3 héten keresztül böjtöltem, nem ettem semmit, csak vizet. Abból is keveset fogyasztottam. És Isten nekem megmutatta, hogy nem kell féljek, mert az a személy, aki igazságban jár, az táplálva van Isten által. Tehát, ahogy Pál is mondta, hogy aki igazságban jár, aki megismerte a Krisztusnak a lelkét, megismerte az ő jellemét, az ő tanítását, és megszerette azt, az ilyen ember étellel vagy étel nélkül jól érzi magát. Akkor, amikor én böjtöltem, kedves Balázs, 3 héten keresztül, ezt én nem akartam egyébként, hanem egyszerűen én kerestem az igazságot, és Isten elhívott. Ezt adta a szívemre, hogy böjtöljek. De megerősített, nem voltam éhes, főztem az embert barátaimnak. Bográcsos, finom bográcsos főztem, de én nem ettem belőle, nem is kívántam. Miért? Mert táplálva voltam a lélek által. Balázs, ezen gondolkozz el, megkélek szépen a dolgom. Gondolkozz el, van egy élő Isten, nem a vallásokban, nem a katolikusnál, nem a hindú, nem kell vallás hozzá. És főképp, ami van a hídgyülekezetében, azt elkerült, hídgyülekezete, Jehova tanúi, ezeket kerüljed. Mindenféle vallást. De hogyha Istenhez fogászkodsz, mint gyermek, kedves Balázs, teljesen biztos, meg fogod tapasztalni, hogy mit jelent az, hogy valakit az Úristen megfogja az ő szívét, és ad neki táplálékot, valódi táplálékot az ő lelkének. Röviden ennyit, nincsen más hozzászólás, remélem érhetően szóltam. És tényleg jó egészséget mindenkinek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, meg lehet osztani. De leginkább azt kívánom, hogy megteljetek igazsággal és élőben, szemtől szemben az embertársadokkal megosszátok az igazságot. Mert kemény idők jönnek, óriási hazugság fog jönni a főáramon médián keresztül, televízión keresztül, Facebookon keresztül az emberek elméjébe, ami lezülleszti, zombivá fogja tenni őket, és egymás ellen oszítja őket. Ez van sajnos. Ezt el kell mondani. Az Úristen könyörüljön mindannyiunkon.